Herceg Attila független országgyűlési képviselőjelöltként indul a 2014-es választásokon. A 6-os számú választókörzet központjában Gödöllőn tartott bemutatkozó fórumot az érdeklődőknek és televíziónknak. Édesapám, Herceg János, az Aszódi Petőfi Gimnázium tanára, megyei szakfelügyelő és szakszervezeti titkár volt. Édesanyám, Herceg Jánosné Olgi néni, tanítónő, igazgatóhelyettes, igazgató, könyvtáros, bélyeggyűjtő szakkör vezetője, a Kartali Nyugdíjas Klub megalapítója, a Kartalkönyv szerkesztője, a Magyar Kultúra lovagja. 59 év a falu a kultúra szolgálatában. Én villamosmérnökként, programozó, rendszerfejlesztő, informatikai osztályvezető munkakörökben dolgoztam, majd erőforrásgazdaként egy bank informatikai rendszereinek működéséhez szükséges költségeket terveztem, ellenőriztem. Szüleimet tisztelem. A gyerekekért, emberekért, közösségért végzett munkájukért, ez számomra példamutató. Ahogy plakátomon olvashatták, méltón szeretném folytatni munkájukat. Az élet számomra sem áll meg a mindennapi munkánál, a közösségért, gyerekekért, a nehéz sorsú emberekért szeretnék én is sokat tenni. Ebben a munkában példaképpen Böjte Csaba. Őt kerestem meg, és kaptam azt a feladatot, hogy Székelyföldön, Zetelakán egy gyerekotthont segítsek a félretett anyagiakból és a munkámmal. Szeretem a színházat, a kultúrát, az irodalmat. Eddig is igyekeztem tenni, hogy a Galga völgyében élőkhöz közelebb vigyem a klasszikus kultúrát. Zenés irodalmi esteket szerveztem, koncertet, megszerveztem Hívész György központtal a Hisztis Színjátszó Társulatot. A bemutatkozás után több kérdésben kifejtette véleményét, hangsúlyosan a foglalkoztatás politika országos helyzetéről beszélt. Elmondta, hogy független jelöltként lelkiismeretesen felülről jövő korlátozások nélkül tudná képviselni a választókörzetbe tartozók érdekeit. Röviden kitért programjának néhány pontjára is. Az önök által megválasztott képviselőnek elsődleges feladata az, hogy figyelje választókörzetünkben a gazdasági folyamatokat, a munkanélküliséget, és ennek érdekében dolgozzon a parlamentben. Teremtsük meg a működési feltételeit az itt dolgozó gazdasági vállalkozásoknak, fejlesszük a közlekedést, sportot, kulturális intézményeket. A másik fontos helyi feladat a térségben megfogalmazódó igényeknek a képviselete, az értékek ápolása. Ahogy említettem, én Aszódon élek. Látom a kastélyok folyamatos pusztulását, a laktanya kihasználatlanságát, a kerékpárutak hiányát. Hosszan beszélgettem Galga Mácsa jegyzőasszonyával a helyi problémákról. Szomorúan láttam itt a kampánymunka során a térség sok pusztuló ingatlanát. Ez alapvetően a kisebb településekre igaz. Örömmel töltött el Isaszeg lakóinak sugárzó jókedve, tenni akarása, ahol nem csak választás lesz, hanem Isaszeg ünnepe is lesz április 6-án. Gödöllő valóban a választókörzet központja, igényes polgári város, a kor lehetőségeit kiaknázva, megvalósítva. Számomra szívet melengető a népviselet, a néptánc, a zene, az irodalom, a hagyományok őrzése, amelyre számos példát látok körzetünkben,
ezeket továbbra is támogatni kell. Az összetartozás, a hagyományok, a kultúra formálnak igazi nemzetté bennünket. A választási időszak, a nagy ígéretek, hangzatos jelszavak, a visszaélések jól időzített feltárásának, a beruházások átadásának az ideje. Én felajánlást hoztam. Becsületemet, tudásomat, szorgalmamat. Ezt tudom felajánlani. Tenni szeretnék a választókörzet minden településéért. A pártok támogatásának töredékéből igyekeztem ismertté válni. Nincsenek óriás plakátjaim, nincsen kampánystábom. Családi segítséggel sokat dolgozva jutottam el idáig. Egy közmondással szeretnék búcsúzni. Egy fecske nem csinál nyarat, mondja a közmondás. Ez igaz. De optimista ember vagyok, nyarat nem, de tavaszt igen. A politika Csaba testvére szeretnék lenni. Függetlenként indultam el, jó szívvel, becsülettel. Az én ajánlóim nem pártvezérek, hanem Jókai Anna írónő, aki azt írta nekem a verses kötetem alapján, hogy az én gondolataim, érzelmeim tiszták és igazak. Sok erőt kívánnak a folytatáshoz. A másik ajánlóm Böjte Csaba testvér, ferences rendi szerzetes. Attilát hallgattam verselni, és nagyon tetszett, ahogy ő gondolkozik, ahogy kifejezi magát, azok az értékek, amiket megfogalmaz a versbe, és azért őt kértem meg, hogy ha tudna szervezni nektek, nekünk egy ilyen tábort. És úgy látom, hogy jól döntöttem, mert tényleg lelkismeretesen vállalt ezt a szép feladatot, és hát ugye a gyerekek mosolyából látva jó sikerült. Akkor elbúcsúznék egy verssel, egy verstöredékkel. Küzdeni sokakért, nyújtom a kezem, magot kell hinteni, mely új magot terem. Kérem, szavazzanak rám. Köszönöm szépen.